ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával. És Zsibarás Gergőt, a Forbes főmunkatársát köszöntjük ismét nagy szeretettel a körénkben. Csomó olyan kérdésem van, amire mindig azt szoktam mondani, hogy akkor vagyok jól felkészült egy műsorra, hogyha nagyjából tudom a válaszokat, hogy miket fognak nekem mondani a vendégek. Hát itt azért elég nehéz helyzetben vagyok, mert egy csomó olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, meg szerkesztőnkben, Vályi Bencében is, amire én nem tudom a választ, és nem tudom, hogy van-e egyáltalán exakt felelet ezekre. Így például itt az UEFA pénzügyi rendszerének átalakulása, ami talán mondhatjuk, hogy a mai műsornak a fő témája lesz. Egyáltalán az alapoktól induljunk el. Miért vált ez szükségessé? Mi volt egyáltalán a mozgatója ennek a változásnak? Hát szerintem volt egy nagyon jó apropó a pandémia, amikor azt lehetett mondani, hogy jó, akkor most megállunk, gondoljuk át, hogyan érdemes ezt csinálni, de még mielőtt ebbe belekezdünk, Szerintem sokkal rosszabb a megítélés amúgy ennek a rendszernek, mint amilyen amúgy valójában volt működés közben. Mármint a financial fair play-nek? Mert az alapprobléma az volt, hogy pont ugye az elitben volt 2-3 olyan eset, ami kvázi hiteltelenítette az egészet. Tehát, hogyha te olajmilliárdokkal feltőkésített kluboknak megengedett, hogy csaljanak, hogy félrenézel, akkor nyilván nagyon nehéz az egészet betartatni aztán lentebbi szinteken. Tehát azt gondolom, hogy az egész váltás mögött ez lehetett, hogy ezt nagyon nehéz végrehajtatni aztán mondjuk a cseh csapatokkal, vagy a lengyel csapatokkal, hogy azt fogják mondani, hogy hát, hogy a Citynek is lehet, meg a PSG-nek, akkor mi miért vegyük komolyan. És ez amúgy tök jogos kritika volt az egész rendszerrel kapcsolatban. Viszont, hogyha megnézitek azt, hogy mondjuk a 2008-as pénzügyi válság kilábalását mondjuk tegyük 11-12-re egészen a világjárványig. Ott azért azt látjuk, hogy az UEFA tagállamokban a bajnokságok azért az első osztályok azok tök stabilak. Nem volt amúgy látványos nagy csőd kluboknál, míg mondjuk ott van az EHF és az Európai Kézlabda Szövetség, akik nagyon nagy ambícióval mennek bele a növekedésbe, és most már a kézlabda is arra a szintre jut majd, mint a kosár legalább, és ott meg azért hát 2-3 évente egy ilyen nagyon hangos csőd helyzet van top csapatoknál, női férfi szakákban. Ilyen az európai fociban ebben az arany évtizedben nem volt, és ez azért is volt így, mert ez a rendszer valamennyire azért működött. Ezt akartam kérdezni, hogy ez végül is az FFP-nek az egyértelmű hozadéka és erénye, hogy ezeket megakadályozta, mert amit mondasz a kézilabdával kapcsolatban, ott is az jut eszembe, hogy a fő problémája a rendszernek az az ottani oligarcháknak a térnyerése, és az ő éppen aktuális hangulatuk és kedvük, hogy van-e kedvük éppen a milliárdokat belepumpálni abba az ágazatba, vagy nincs. Ezt hogyan tudta féken tartani a financial fair play? Miközben nagyjából erre sejtem a választ, de azért nem teljesen egyértelmű, hogy az egyik oldalon miért működött ez ellensúlyként, és a másikon miért nem. Tehát ezt nem tudta kezelni. Ez szerintem tök egyértelmű a fociban, mint ahogy amúgy nyilván a kézlabdában meg egyértelműen nem, de hogy tehát ezt az érdemét ne vitassuk el ennek a rendszernek, hogy ennek igenis voltak amúgy tök jól működő elemei. Ami az elitben történt, az ott szerintem egész egyszerűen a rövid távú üzleti érdekek vagy egyéb érdekek felülírták azt, hogy hosszú távon ezt a rendszert ugyan akarják működtetni. És vagy az, hát vagy bocsánat, ezek az oligarchikus rendszerek immunisak voltak arra, amit az FFP próbált csinálni, nem? Szerintem az UEFA volt immunis arra, hogy tehát hogy az UEFA nem reagált jól arra, hogy ezt a rendszert megpróbálták megbontani. Uh-huh. Tehát neki kellett volna ebben a helyzetben reagálnia, és amúgy volt is rá eszköze, meg szabályrendszer is, hogy reagáljon, nem tette. Ugye itt a City az egyik izgalmas példa, mert ugye ez a rendszer, és ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát értem, hogy nagyon könnyű kritizálni a City-t, meg a sejkeket, meg az oligarchákat, de ugye azt is figyelembe kellett tartani az UEFA-nak, hogy egy befektetésre alkalmas környezetet teremtsen. Tehát egy olyan szabályozást kellett alkotni, ahol azt ami vonzó azt mondja, a pénz számára, igen. Igen, hogy ők be fogják tenni ezt a pénzt nem csak az angol top csapatokba, de tegyük fel mondjuk régiós, nagy hagyományokkal rendelkező csapatokba,
lengyel piac tök nagy például. Szlávia Praha. Igen, tehát hogy ezeket a befektetőket is meg kell tudni szólítani, nem csak azt, akinek mondjuk van 3 milliárd dollárja egy angol top csapatra. És mert hogy ez is fejleszti az egész futball ökoszisztémát, és nagyon nehéz itt a határt meghúzni, hogy mit veszünk figyelembe bevételnél, mit nem. Ami itt a probléma volt, például szerintem is jól megmutatja, hogy a végrehajtásban volt komoly probléma, elvi szinten is voltak problémák nyilván, de szerintem lehetett volna orvosolni. De amikor azt mondja az UEFA, hogy a bevételek között most akkor ezt a szponzorbevételt elszámoljuk, ami úgy tűnik, mint a piaci alapú lenne, ami meg nem az, azt nem számoljuk el, de a Manchester City-nél félrenézünk, mert a szaudi, nem tudom, turisztikai hivatal betol 100 millió eurót, amiről de, amúgy... De bocs, csak itt álljunk egy pillanat, félrenézett az UEFA? Mert szerintem az eljárás megindult, csak miután a bizonyítékokat begyűjtötték, ugye azt mondták, hogy ezeket nem legális úton gyűjtötték be ezeket a bizonyítékokat, amikkel aztán meg lehetett volna dönteni. Hát megcsúsztak szabályos... határidőkkel, meg ez szerintem ez akarat kérdése. Uh-huh. Hogy... Tehát, hogy ez egyértelműen az, mert ugye itt az eljárást támadta meg a City ügyvéd csapata. Más nem nagyon tudott, szóval ez is beszédes, hogy ugye ilyen eljárási hibákba tudtak kapaszkodni, és sikerrel védekeztek volna. Megnéztem volna, hogyha egy alsó kategóriás csapat próbálkozik ilyen, akkor az mekkora hatékonysággal megy át, mondjuk. Én azt gondolom, hogy ez akarat kérdése, mert akkor viszont azt kellett volna mondani, hogy oké, ez az eljárás így, ez tele van kiskapukkal, ezt ne engedjük, csináljuk máshogy. Tehát, hogy ezt a rendszert egy kicsit alakítsuk a gyakorlathoz, ami a tapasztalaton alapul. Eljárt most ugye kukázzák az egészet, és próbálnak valami újat csinálni, aminek szerintem elég rossz az üzenete. Nem már alapból annak rossz az üzenete, hogy egy egész akkora közösségre próbálják ezt ráhúzni, amekkorára nem lehet, mint az UEFA. Tehát, hogyha egy ligán belül próbálsz meg egy pénzügyi rendszert megalkotni, ahogyan Amerikában ez jóval egyszerűbb, az NBA-vel, NFL-lel, NHL-lel, úgy az UEFA-nak minden egyes tagállamának, minden egyes bajnokságára, hogy igaz legyen egy szabályrendszer, az lehetetlen megalkotni. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha csak a Premier League-nek lenne egy saját szabályrendszere, nem? Hát vagy ez... akkor viszont attól félsz, hogy túl nagy a különbség, és innentől kezdve meg a Bajnokok Ligáját nem lehet megrendezni. Hát miközben egyébként arról beszélünk, hogy maga az európai futballközösség az pont a diverzitásától is az, ami. Tehát, hogy a klasszikus olasz futballklub modell az egészen másképp néz ki, mint a klasszikus az, magyar. A 90-es években próbálkoztak Magyarországon is, igen. Melyiket veszik klasszikusnak Magyarországon, az a kérdés. De hát nyilván Angliában, Németországban, és például ez a sokszínűség, ez a Bundesligával, mint a Topliga egyik résztvevőjével továbbra is megmaradt. Szóval igen, csak tovább gondolva ezt a kérdést, amit Doma szerintem mondott. Szerintem nem veszélyezteti az a sokszínűséget, hogyha azt mondja ez a futballközösség, hogy lesz mostantól mondjuk 4 alapelvünk. Hogy kit engedünk be, és kit nem engedünk be. És hogy milyen pénzeket engedünk be ebbe a rendszerbe, és milyen pénzeket nem engedünk be ebbe a rendszerbe. Mert ez egy növekvő piac amúgy az oligarchák pénze nélkül is. Tehát itt el kell dönteni azt, hogy mi szeretnénk rövid távon még 5-6 top csapatot felhúzni, ki tudja milyen pénzből, és akkor jöjjenek, és tegyék be, tök mindegy, hogy amúgy otthon mit csinálnak. Vagy azt mondjuk, hogy fiúk, ti nem jöttök. Ugye ezért lesz majd izgalmas a Chelsea sztori, amiről majd ugye fogunk beszélni, hogy lesz-e ilyen váltás a fejekbe. De önmagában én azt a váltást nem látom az UEFA-nál, hogy ők a hosszú távú érdekeik miatt most beáldoznának rövid távú célokat. Márpedig most a nagy kluboknak az érdekei érvényesülnek az új szabályozásban is, aminek ugye a legizgalmasabb részéről még amúgy semmit nem tudunk. Tehát arról nem tudunk semmit, hogy például a szponzorációs pénzeket hogyan fogja kezelni majd az UEFA a jövőben. Szerintem ez egy kulcskérdés lesz, hogy akkor, amikor egész államok meg koncernek vásárolják be magukat a profi fociba, akkor ők milyen pénzeket tehetnek be a csapataikba. Itt nekem ami a legtalányosabb része ebben az egész szabályozásban a dolognak az az, hogy a futballra költött összegek meghatározása, ugye itt röpködtek a számok és a százalékok, ez mi pontosan? Tehát nem a futballra költesz mindent egy labdarúgóklubnak, kérdezem, kicsit naívan. Hát mondjuk az egy nagy kérdés lehet, hogy a stadionra költött pénz az minek számít.
És ugye akkor, amikor futballklubokat értékelnek föl cégek, akkor az egy fontos szempont, hogy az adott klub rendelkezik-e saját ingatlannal, mert az komoly értéktöblettel járhat, hogyha van jó lokációban lévő modern stadion. Tehát az egy nagy kérdés, hogy és nyilván a bevételekre hatással van, hogy milyen stadionod van. Alapvetően az egész rendszerrel nekem az a problémám, hogy azt az erőlködést látom, hogy az UEFA kiállt amellett, hogy bevezet egy fizetési sapkát, nevezzük így, amit de ezt az európai normák, munkaerőpiaci szabályozás szerint ugye nem lehet átvinni, és jobb hiány találtak erre egy megoldást, és próbálják valamilyen mutatószámhoz hozzákapcsolni egy másikat, ami ellenőrizhető, valamennyire transzparens is, de hát nem biztos, hogy a legjobb megoldást találták meg, mert majd és itt jön be a transzparencia hiánya majd, hogy majd milyen szobákban meg hogy fog eldőlni, hogy melyik tétel számít majd futballra költött összegnek is, melyik nem. Kitolták ezek szerint egy kicsit a határokat a nagy klubok miatt, de vajon ez elég lesz-e ahhoz, hogy megállítsák a Szuperligát, meg mennyire van ez a Szuperliga miatt, mert nagyon úgy tűnik, hogy igen, valamennyit sikerült könyökölniük a nagy kluboknak, hogy az ő akaratuk érvényesüljön, de még így is korlátok közé szorítják őket, ami viszont megint csak komoly lépésre hozhatja, vagy kényszerítheti őket. Ugye az egész reform az Agnellitől indult, tehát ez még mielőtt a Szuperligával megpróbálkoztak volna, ő emellett a rendszer mellett kardoskodott, tehát ezt lehet tudni, hogy ő volt az egyik mozgatórugója ennek. Nekem úgy tűnik amúgy kívülről, hogy igazából ők úgy csinálják meg a Szuperligát, hogy nem hívják annak. Tehát, hogy ebbe az irányba megyünk, viszont a legfontosabb kérdés az lesz, hogy hogyan és mennyi pénzt fognak visszaosztani ezeknek a nagy kluboknak. Na, ezt akartam kérdezni, hogy végül is a Szuperliga és az UEFA érdekellentéte az egyértelműen erre épült, erre az alaptézisre, amit itt te említettél. Mennyi a visszaosztott pénz? Igen. Százalékban. Itt arról egyelőre nem látom, hogy szó lenne, hogy ezt konkrétan meghatározták volna. Hát gondolom, hogy ezen még megy a birkózás. Valószínűleg itt az lehet az üzletelésnek, meg a hátsó ilyen mindenfajta mahinációnak a tétje, hogy az UEFA tud-e elég pénzt kínálni a nagy kluboknak ahhoz, hogy ők ne próbálkozzanak meg még egyszer majd a közeljövőben egy szuperligával. Elkerülhető? Hát ha kapnak elég pénzt, akkor igen, de nekem például az is egy ilyen nagyon buta, egyszerű megoldásnak tűnik, hogy az UEFA azt mondja, hogy hát jó, adok több pénzt nekik, mert végül is ezt akarják, de hát akkor legyen több meccs. Tehát ez a tehát hogy mindenki arról beszél, hogy mennyi pénz van itt a fociban, és akkor mutass nekem egy profitábilisan működő futballklubot a top 20-ból, mondjuk a 20 leggazdagabb klubból mennyi, nem tudom, 4-5 mondjuk egy jobb évben. És ezt nem lehet amúgy a pandémiára rá lehetett fogni, hogy jaj, hát járvány volt, és akkor amiatt voltak veszteségben. Tehát, hogy itt az lesz a nagy kérdés, hogy hogyan tudja majd az UEFA rábírni a klubokat, a nagy klubokat arra, hogy sokkal hatékonyabban működjenek. Tehát, hogy ki tudjanak profitot termelni. Én ezt most tökre nem látom. Azt látom, hogy játszatok több meccset, legyen több bevétel, mert több meccs, több bevétel. Nem biztos, hogy így lesz. Tehát, hogy ez nem feltétlenül lesz több bevétel, de hogy ebből hogy lesz majd aztán profit, amit vissza lehet osztani úgy, hogy mindenki elégedett legyen, ez egy marha nagy kérdés. De még a profit előtt még mindig a kiadási oldalba kapaszkodnék egy kicsit bele. Szóval mik azok a futballra költött összegek? Tehát most, az előbb mondtad, stadion, oké. De egyébként még mi az, amit kiveszünk ebből a körből? Mert nyilvánvalóan most lehet, hogy nagyon-nagyon laikusnak fog... Bankszámla vezetési díj. Nem tudom, a szertáros fizetése. Szóval a Paris Saint-Germainnél néhány játékos, vagy a Manchester Unitednél egy játékosnak a fizetési költsége, az kizárólag futballra költött összeg. Ezt most halál komolyan kérdezem, mert hogy nyilván ennek egy része marketing költségként is elszámolható lenne. A fizetés? A fizetés, vagy mondjuk azok, nyilván az ő tevékenység. Biztos van olyan könyvelő, aki megoldja, hogy neked hogy ez marketing költség hát legyen. Már csak abból kifolyólag is, hogy ezek a játékosok, meg ezek a világsztárok, akikről beszélünk, ezek nem pusztán a pályán nyújtott teljesítményükkel hoznak hasznot a klubnak.
Tehát akkor ez... Hát sőt, innen... ugye van, aki meg is egyezik a klubjával, hogy a képmásából, annak felhasználásából szerzett jövedelem X része ugye a klub kasszájába kell. Igen, most hát ezért foglalkoztat engem ennyire ez a téma, hogy akkor mi az, ami a futballra költött összeg ebben az esetben, hát mert sokkal többek ezek, mint futballklubok. Ez leginkább ez a fizetésekre fog vonatkozni szerintem. Lehet, hogy még egy-két tétel, de például lehet olyan tétel egy mérlegben, egy csapat mondjuk nem rendelkezik a stadionjával, a tulajdonjogával, hanem bérli azt. Tehát ez mondjuk egy elég jelentős kiadás tud lenni egy üzleti évben. Ez például a kérdés, hogy ez most futballra költött pénz lesz-e vagy sem. El tudom képzelni, nem annak fogják számolni, hanem azt mondják, hogy... Tehát abban a logikából, ahogy gondolkozik az UEFA, meg amit meg akar fékezni, szerintem a fizetésekre fog leginkább vonatkozni. Ezek szálltak el a legnagyobb, leginkább. Tehát ezekkel nem kezdett semmit amúgy az UEFA. Csak ez nincsen kimondva így ebben a formában, hogy ez a... Na most itt hát arról van szó... Megsértődnek a játékosok, meg a játékos ügynökök. De hogyha most megnézed, egy csomó top klub veszteséges. A játékosok pedig szállodaláncokat vesznek, már szigeteket vesznek. Magángépeket. Brutál milyen jövedelem felhalmozódik náluk, és amúgy az ügynökeiknél ugye a Rajola, aki nem tud kiszállni az autóiból, szerencsétlen, mert nem csak autókat vesz, hanem eszik is ugye jókat. Túl hát, alacsonyak az autók. Az a, igen, megint az olaszok túl alacsony autókat. De hogy ott például iszonyat jövedelmek vannak, és arra rendes szabályozás nincs, miközben ők is amúgy viszik el a kluboktól a pénzt, de ott meg van egy másik csapdahelyzet, hogyha én azt mondom a játékosoknak, hogy majd nem adok ennyi meg ennyi pénzt, akkor majd le lehet-e velük játszatni egy szezonban 60-70 meccset. És ugye ez a meccs terhelés az nőni fog a jelenlegi állás szerint. Tehát azokból nem akarnak visszavágni, mert akkor még a végén összeállnak a játékosok, és ezt meg Amerikában, a major sportokban nagyon jól lehet látni, hogy mi történik akkor, hogyha van erőszak szervezet, akkor vért kell izzadni azért is, hogy az NFL-ben legyen 17. meccs a szezonban. Itt meg hát tényleg arról beszélünk, hogy a 70, tehát valaki nem fog játszani 70 meccset mondjuk két év múlva az európai top csapatokban, akkor hát az egy kutyaütő. Az... Hát jó lenne most nem... így november környékén egy ilyen lockout az európai fociban. Véletlenül. Igen, egyébként csak tényleg lezárás. Szerintem, bocs, ez valószínűleg arról szól, hogy valahogy a fizetéseket le kell nyomni, de nem lehet arról nyíltan beszélni, hogy csökkenteni fogjuk a fizetéseket. Ez az egyetlen, ami, tehát hogyha azt akarjuk, hogy jól működjen, jól menedzselten működjön egy klub, tudjon profitot termelni, akkor ebből vissza kell venni, innen tudsz a leginkább visszamenni, mert tényleg nagyon elszálltak. Na csak azért, hogy konkrétumokról is szó legyen, ugye akartak 85%-ot a klubok, ezt sikerült 70-re ledolgozni, némi spéttel persze, mert először 90%-ról indulhat minden klub az új szabályozás bevezetése azt után. Azt tök rendben van, hogy hát, hogy fokozatú időt persze. Hogy lépcsőzetesen... Különben az lenne, mint a Barcelonával volt, hogy itt a messzi ügyne, hogy itt mindenki elengedni a sztárjátékosokat. Igen, úgyhogy ez végülis a szándékok értetőek, nekem ez nem volt világos, meg még most sem teljesen az, hogy akkor pontosan mit könyvelünk el ebbe a rubrikába, hát, és mi az, ami? Figyelj, hogy a Barcelonának a könyveit, hogyha megnézed, ott két fajta kimutatás van fizetésekre, és hogy van az első csapat, meg az edzői stáb, meg van az egész klubra. Tehát, hogy azért itt olyan cégekről beszélünk valójában, ahol van 1000 ember. Az azért, tehát már önmagában az sem mindegy, hogy akkor most a futballra költött pénz az... abba beleszámít-e az az ember, aki a klubban dolgozik, aki a törölközőket hajtogatja, meg tényleg. Meg a technikai igazgató, aki az egyik legfontosabb futballszakmai szereplő. Tehát, hogy ez bele fog-e számítani, vagy csak az, hogy aki a pályán van, meccsen és az oldalvonal mellett, tehát az a stáb fog beleszámítani? Jó kérdés, ezt szerintem még nem lejátszott meccs, hogy mi fog beleszámítani. A másik, ami kicsit jobban kötődik még ahhoz a témához, amit már itt az előbb pedzegettél, ez itt a Manchester City büntetése, meg a Paris Saint-Germain-nél, hogy jó, megint egy kicsit álnaivan kérdezem, hogy jó ötlete az UEFA részéről azzal riogatni, hogy ha te nem tartod be a szabályokat, akkor nem a Bajnokok Ligájában fog szerepelni, hanem az Európai Ligában, és hogyha még rosszalkodsz, akkor a Konferencia Ligát is meg kell, hogy kóstold. Hát ugye az Európa Liga az most hogy felértékelődött, tehát hogy mindenki meg akarja nyerni hirtelen, az ilyen rendes hát európai kutatózat lett, annak néz ki, ott, igen. Van még egy a kisebb csapatoknak. Jó, csak ezzel nem azokat árazod be egyébként? Hogyha azt mondod, hogy oké,
nem voltál jó fiú, de akkor az Európa Ligát azt menj és nézd meg. Hát két dolog jut eszembe, ugye az elmúlt évek példái, ahol ki tudtak bújni a szankciók alól, tehát hogy azok alapján azt mondom, hogy ilyen durva esetekben ki kell őket zárni egy vagy két évre. Tehát ez lehet egy normaképző büntetés. Viszont lehetnek majd olyan esetek is kisebb csapatoknál, hogy nem tudom, adminisztratív okokból tényleg, tehát hogy ami nem ilyen durva, de ebbe a kategóriába tartozik. Azokkal mit csinálsz? Tehát akkor őket is kizárod? Hát ilyen fognak halni akkor, hogyha végre örülnek, hogy eljutnak a BL főtáblára, vagy egyre kevesebb az esély. De hogy itt szabályozói szinten ugye arra is gondolni kell, hogy nem csak a direktbe a szabályok kijátszására a játszó, törekvő, azt valahogy a lepapírozó klubokat kéne megbüntetni, őket nagyon, hanem azokat is, akik mondjuk esetleg önhibájukon kívül, most ez hülye hangzik, de el tudok képzelni egy csomó olyan esetet, amikor mondjuk egy klub nem akarja megsérteni, de bármilyen olyan pénzügyi marináció van a háttérben, nem tudom, egy tulajdonos kiszáll, le kell a tőkét szállítani, tehát hogy bármilyen eset bejöhet, akkor azzal, amit csinálsz majd, akkor nyilván nem lehet őket azonnal kizárni. Igen, meghal, akkor öröklődik, tehát hogy lehetnek ilyen igen, dolgok tehát is. Ezekre a szerintem mindenki megpróbálja azt majd belemagyarázni, hogy fú, vélet, nem tudtunk mit csinálni egyszerűen, de amúgy azt a lehetőséget, azt miért nem tartják meg, hogy az átigazolási időszakból zárják ki ezeket a klubokat. Tehát nem a sorozatból való kizárás, hanem az tűnik egy ilyen köztes megoldásnak, hogy nem igazolhat egy klub, az hát tök jó. Biztos, hogy többiek összefogtak a Chelsea ellen, mert ugye ők ki voltak zárva, aztán jó sok pénzt el tudtak költeni, aztán nyertek egy BL-t, szóval akkor ez ne legyen. Nyilván kilobbizták, hogy tehát ez biztos, hogy fájdalmasan érintette a klubokat, és hogyha a szabályozásnak az irányát nézed, akkor olyan szintű tőke koncentráció lesz ugye a nagy csapatoknál, hogy ezeket a fiatal tehetségeket, akik a piacon elérhetőek, ők fogják tudni levadászni. Na most innen kizárni valakit, az nagyon nagy érvágás lenne. Nyilván emiatt is lobbizták ki, hogy ez ne legyen a büntetés része. Én ezt szigorúan hagynám, tehát vannak olyan minősített esetek, van rá tapasztalás is, hogy ez mit okoz, hogyha nem büntetsz meg egy klubot egy ilyen eset után, lehetne erre hivatkozni, hogy azért fogjuk kizárni a BL-ből és az átigazolási szezonból, mert lábom Manchester City megúszta, és mi lett belőle. Tehát hogy ez rendszer szinten hosszú távon nem biztos, hogy jó az európai focinak, és azt el kéne mindenkinek fogadnia, aztán azt mondani, hogy ez tényleg, nem tudok más jobb szót, normaképző büntetés kell, ami miatt félnek a klubok, nem lépik meg, így is rengeteg lehetőség lesz arra, hogy tehát, hogy a jók, vagy a nagy klubok így is nagyok maradnak, vagy nagyobbak lesznek. Ami a Financial Fair Play-nek az egyik legfőbb szabálya volt, az ugye a tőkealportra vonatkozó korlátozás volt. Ugye 3 év alatt akkor 30 milliót lehetett betenni összesen, és 3 éves periódust vizsgáltak akkor. Hogyha jól értem, akkor az új szabályozás szerint ez 1 évre és 10 millióra esett vissza, tehát lényegileg nem változott a dolog, annyi, hogy itt az éves cash flow az, ami a megítélés alá esik. Szerintem ennek abból a szempontból lesz jelentősége, hogy a nem topligákba hogyan tud majd befektetőt megszólítani az UEFA. És ezek alapján azt látom, hogy nagyon nehezen. Ugye már az előző szabályozásnak is egyik kritikája volt, hogy több nagy befektető amúgy megijedt, és inkább nem szállt be. Hát meg a 30 az azért nem egy igazán jelentős mondjuk a Premier League csapatainak szintjén. Igen, hát ez egy ilyen balhátvéd gyakorlatilag. Igen, és ez ugyanez, tehát itt megint csak a nagyságrendi kérdés merül föl, hogy ugyanez a szabályozás vonatkozott a Cseh Szlávia Prahára, amiből ott aztán helyi szinten gigaklubot lehetett építeni, mert 3 évente 30 millió euró betételével te gyakorlatilag a 10-szeresen, 8-szorosan tudtál a vetétársait fölé nőni, míg ez a pénz Spanyolországban, Angliában, de még azt mondom, hogy Németországban is szinte apró pénznek számított. Szerintem ezt lehetne úgy szabályozni, helyi piacokra is gondolva, hogy azt mondja az UEFA, hogyha van két ilyen befektető egy bajnokságban, akkor megemeli mondjuk ennek a szintjét. Legyen verseny. Tehát lehetne egy ilyen mondás is. Hát vagy mondjuk a klubok bevételéhez viszonyítva használ százalékot ugyanúgy, mint a futballra elköltött esetben. Igen. Sőt, ezekben az esetekben talán még jobban is működne. Én attól félek, hogy miközben a BL abba az irányba megy, hogy a nagy csapatok majd játszanak amúgy ugye az új lebonyítás szerint
10 meccset fixen, tehát az alapszakasz vége, ugye, ami kritikus, hogy most akkor lesznek-e izgalmas meccsek, és hogyha nem engedjük meg azt, hogy a futballnak ez a középosztálya megerősödjön anyagilag, esetleg egy kicsit oda rá menjen a nyakára a nagyoknak, akkor nem lesz, egyrészt a nagyok se lesznek igazi versenyhelyzetben, másrészt ezek a meccsek nagyon unalmasak lesznek. Tehát, hogy igenis kellnek izgalmas Leicester City-k. Tehát, hogy oké, hogy a Premier League-ban ott a 4 nagy csapat, de milyen jó, hogy van egy Leicester City. Nem csak azért, mert néha tud bajnokságot nyerni, hanem azért is, mert ott van a top 4-nek a sarkában állandóan, és nyilván most van ebben a szezonban több ilyen csapat is, aki amúgy felzárkózott hozzájuk. De hogy több ilyen kéne a kisebb bajnokságokban is, mert az szerintem javítaná a minőségét hosszú távon az egész BL-nek, a nemzetközi kupáknak, nyilván ez viszi a nagy pénzt, meg ebbe az irányba megy amúgy az egész futballpiac. Ide figyel mindenki, itt lesz a legtöbb bevétel, itt lesz a legtöbb reklám szerződés, itt van a legtöbb üzleti lehetőség. Szerintem ez egy ilyen tessék-lássék szabály, és én ezt visszalépésnek érzékelem, hogy ezt a szintet levitték, tehát ez nem jó amúgy tehát ettől nem lett vonzó befektetési terület a foci. Az, hogy abba a 20 csapathoz új befektető meg hozzáfér, tehát lesznek ilyen Chelsea esetek, amikor valaki majd azt mondja, hogy jó, kiárosítom a csapatomat, de azért nem fog, ez minden évben nem lesz ilyen. Hát meg én ezt egyértelműen abba az irányba tett lépésnek érzem, hogy ami az egyik legfőbb kritikája volt a Financial Fair Play-nek, hogy konzerválja az elitet, hogy ez az elitnek az érdeke volt, hogy valamilyen szinten benne maradjon az a szabályozás, mert pont ami egyébként annak idején a Chelsea-nek, a Paris Saint-Germain-nek, vagy a Manchester City-nek rendelkezésére állt, hogy akár évi 80-150 milliós betétekkel segítsék a csapatot, ez lényegében megszűnik ez az opció, például a Newcastle Saudi befektetői számára. Még akkor is egyébként, hogyha ott most itt az első időszakban a korábbi Ashley spórolásnak köszönhetően akár 100 milliókra is rúghat ez a betettőke, de akkor is még ez az érzete az embernek, amikor ezt elolvassa, hogy igen, tehát hát most vagy kiskapukra készteted. Hoztak egy Newcastle szabályt, de ugye megint azt látjuk, hogy rövid távon ez a nagy csapatoknak az érdeke, mert akkor a Newcastle-t azt jól megszivatták, miközben meg van legalább 30-40 olyan csapat, ahol amúgy mehetne befektető, akár kisebbségi pozícióba is, tehát nem feltétlenül átvenni az egész klubot, és nem tudja rendes tőkével megtolni ezeket a csapatokat. Ezt a pénzt majd vissza fogja osztani az UEFA ezekre a piacokra, miközben amúgy a top kluboktól az is elvárás, hogy az UEFA adjon nekik is több pénzt. Tehát ez hogy fog majd megtörténni? Hát miközben szerintem a legérdekesebb kérdés, ami felvetődik, és azért is örülök, hogy a Leicestert hoztad, mert szerintem kiváló példa arra, hogy mondjuk hogyan lehet megfelelő szakmai munkával, meg körültekintő igazolásokkal és egyéb olyan befektetésekkel fölérni közvetlenül az elit mögötti szintre, hogy attól még azért bőven elmaradunk, mondjuk tőke betétben, hogy ezzel én megválaszolom a saját kérdésemet, aztán kíváncsi vagyok, hogy te mit de mondasz. De azt mondtad, hogy nincsenek válaszaid. De erre most konkrétan szerintem nem lehet fölérni hosszú távon arra a szintre. Teljesen elzárja magát az a top szint, amelyik 150%-át adja a fizetéseknek, amelyik meg tudja fizetni Pep Guardiolát 17 millió fontos bruttó fizetésével. De most mit mondtál a Newcastle-t? Nem ide számítva, vagy Newcastle-t is ide számítva? Hát az, hogy ha valaki mondjuk egyszerűen, tehát akár a Newcastle-t is vehetjük, igen. De bármelyik középcsapatot, hogyha nem ügyeskedik ki valahogy azt a vagy nem találják meg azokat a kiskapukat, amiken keresztül beáramoltatják azokat a plusz pénzeket, akkor ezt pusztán tulajdonosi tőkeaporttal nem lehet finanszírozni, hogy te felérj erre a szintre, és ahhoz bármennyire is ügyes vagy, meg okos vagy szakmailag, nem fogsz tudni versenyképes maradni. Jó, a Leicesternek nem fog sikerülni, de a Newcastle-nek szerinted nem fog sikerülni? Hát sokkal lassabban fog sikerülni, mint hogyha ezt engedélyeznék, és az itt nyilván felmerülhet, akár morális szempontból, akár sportszakmai szempontból a kérdés, hogy jó-e az, hogy nem lesznek új szereplők ezen a piacon? Hát azt szerintem a morális kérdéseket azokat így... tegyük félre. Igen, ezt ki is dobhat. Bár amúgy lehet, hogy ez most pont az Ábrahamovics ügy miatt ez fontos lesz most még pár évig. Én nem látom azt, hogy... Nem, mert az a párhuzamosan is a szaudi senkit nem érdekel. Bocsánat, csak nem... Ez...
Hát a szaudi, a katari, a kínai, a, tehát hogy most itt... Ha születik ilyen helyeken, ahol tehát, hogy tényleg nincs anyagi korlát, tehát eldöntik, hogy vesznek egy klubot, felépítik, legyen szaudi, kínai, ugye már most ők visszavonulót fújtak, de tegyük föl. Megnézik ezeket a szabályokat. Két dolgot tud csinálni, azt mondja, hogy hosszú távra fektetek be, hosszú távú befektetés a futballklub. Ez az volt a Citynél is, a Chelsea is, tehát azt látjuk, hogy tényleg évtizedekre szóló befektetés, lesz idejük, feltőkésítik úgy. Megtalálták a kiskaput eddig is, meg fogják ezután is, nyilván dolgozni fog majd rajta egy ügyvéd csapat, hogy hogy lehet még egy kis pénzt betolni a klubba. Egy londoni alkalmazottan működő holding tudja 8 millió fonttal támogatni éves szinten a Manchester City-t. Na, minden, bocsánat. Hát, itt szerintem az a... Tehát én is azt érzem, amit te mondtál, hogy hosszú távon, rendszer szinten valójában nincs nagy rizikó abban, hogy itt ennek a 15 kötője 20 klubnak az érdekeit az sértse, hogy majd bejön néhány új befektető. A másik kérdés, ami most megint napirenden van, hogy az UEFA eldönti-e az európai politika nyomására, hogy kit enged be, meg kit nem. Tehát, hogy születik-e olyan elvi döntés, hogy mostantól olyan emberek nem tesznek pénzt európai fociba, akik nyilvános kivégzést tartanak az országukban, meg gyerekkórházakat bombáznak a szabad idejükben. Tehát, hogy ha ez a döntés megszületik, akkor teljesen felesleges megfojtani amúgy a kisebb kluboknak a növekedését, vagy elvenni tőlük azt a lehetőséget, hogy egy szakmai befektetőt építsen valamit. Én inkább ezt látom, hogy ez történik, amiatt a félelem miatt, hogy nehogy itt a következő 3-4 évben a Newcastle itt levadásza a tehetségeket, BL-t nyerjen, tehát hogy ez amúgy szerintem se realitás, tehát hogy ennél több idő kellene a Newcastle-nek. Direkt rájuk kiegyezni egy ilyen szabályt, hogy arra, hogy tehát nem tudom, hogy reálisan még hányan jöhetnek be, akik ilyen típusú szereplők az európai foci piacára. Szerintem nem túl sokan. Erről mindjárt beszélünk majd még itt a Chelsea kapcsán, mert szerintem ez egy megint csak érdekes kérdés. Többek között azzal a számomra állandó dilemmával, hogy mondjuk a többi topligának az élcsapatai miért kevésbé vonzóak, mint az angolok. Erre csak nagyjából van válaszom. Viszont beszéljünk egy kicsit arról az átalakításról, amit... Hát, hogy is fogalmazok, elsősorban a sportszakma indokolt, vagy legalábbis az UEFA részéről azzal indokoltak, hogy erre a változtatásra mindenképpen szükség van. Ez a svájci modell bevezetése, ami szintén egy anyeli törekvésből kiinduló. Igen, az abszolút. Valami szerintem, és én ezt mondom mindig, hogy szegény nagyapámnak, aki engem a futball meg a sport világába bevezetett, több napig magyarázhatnám, hogy akkor innentől kezdve hogy fog kinézni a Bajnokok Ligája, soha nem értené meg. És az európai agy, akik mondjuk kevésbé azon szocializálódtak, hogy hogyan működnek az amerikai major ligák, feldolgozhatatlannak fogja érezni. Nagyon nagy százalékban azt, ami jelen pillanatban az európai labdarúgás legmagasabb szinten zajlik. Hát több dolog felmerült bennem ennek kapcsán. Az egyik az, tudom, hogy ez nem lesz népszerű, de hogy lehet, hogy a jövő fogyasztóit ez nem érdekli. Tehát, ja, szerda van, lesz egy top meccs, hogy most így hogy áll meg, hogy nem. Szerintem kb. Olyanok lesznek így a futball jövő fogyasztói, mint én az NFL-lel. Tehát, hogy így alapszakaszban, hogy megnézek jobb meccseket, de amúgy a vége érdekel, tehát akkor vannak az izgi meccsek. Zárójel, hogy ebből hogy lehet majd több pénzt csinálni az európai fociba, az jó kérdés. Szerintem a legnagyobb félelem az, hogy rossz meccsek lesznek az alapszakasz végén, mert már lehet majd tudni, hogy kik azok a klubok, akik tovább mennek. Valószínűleg azt is be lehet majd lőni ennyi meccs után, hogy ki az, aki mondjuk selejtezőig megy, meg ki az, aki kiesik. A kluboknak nagyon jó lesz, ugye, mert ha jól néztem, akkor ugye a kétharmaduk tovább megy alapszakaszból. Tehát, hogy nagyon sok győzelmi indulót el lehet majd zengeni, ugye most a fele lefeleződik az alapszakasz után. Mourinho mi? Igen, tehát Zsozének lett kitálva a rendszer, tovább jutottunk ilyen kerettel is, nem kaptam, amit kértem, de tovább mentünk a csoportból. Tehát, hogy ilyen szempontból lehet, hogy jó, meg egy kicsit több pénzt tudnak ezeknek a kluboknak visszaosztani szintén, mert hát tovább jutottak ugye a nagyon nehéz csoportjukból.
Hogyha egy csoport, nem is tudom, hogy most ezt elcsoportnak hívni. Konferencia? Vagy nem, nem tudom pontosan, hogy mi lesz a... Voltosan a konferencia, szóval ez már a szitok szó. Igen, csak tehát önmagában az, ami... Szerintem lehet, hogy nem fog érdekelni a tévénézőket. Nem fog érdekelni, hogy kettő olyan csapat találkozik, és aztán sorolódik egy tabellába, akik nem versenytársak közvetlen módon. De téged, tehát most... meg engem fog érdekelni, meg téged is, de azt a nézőt, akit le kell ültetni a foci meccs elé. Csak a párosítás. És akik most nem fognak leülni, vagy nem ülnek le 90 percre. A stadionban nem tudsz több embert vinni. Több top meccs kell, így tudják összehozni. Furán fog hangzani. Tehát tőlem távol áll, tehát hogy félek, hogy ez a rendszer nem fog sokáig menni. De biztos sokan mondták erre a csoportközös rendszerre is, hogy hát ez mennyi meccs, és nem fogják bírni, és nem tudja, korábban emlékszik még valaki, vagy régebben, hogy volt a BL-nek a lebonyolítását? Nem? Két csoportkörös. Lehet, hogy ez furcsa hangzik, de már azt is nehéz feldolgozni egy olyan embernek, aki nem követi annyira a focit, amikor azt mondod neki, hogy most kupa meccs van, ez egy bajnoki volt, és az meg a válogatott. Igen, de akkor is, és mondom, lehet, hogy itt azért maradni. A futballszurkoló fejével gondolkozol, tök oké. Okay. Tehát, hogy kulturálisan mindenhogy nagyon idegen, de az UEFA meg azzal a fejjel próbál gondolkozni, hogy hogy tudok minél több embert leültetni. És minél több meccset játszatni. Igen, több meccs legyen, több top meccs. Minél, tehát, hogy az... Igen, és ez a rendszer erre alkalmas, hogy erre lehet-e majd több pénzt beszedni, nekem abban is vannak fenntartásaim, hogy nem értünk el már most egy tetőpontot. Gondolkoztam azon, amikor ezt a témát felvetettem, hogy majd itt tartunk Domával egy ilyen kis ismertetőt, hogy ez hogyan néz ki, és elkezdtem összeírni, és azt gondoltam, hogy igen, tudjátok mit, beteszünk egy ábrát, amit a B-team meg a Skyon használtak, mert azt szerintem elég szemléletesen le van rajzolva ábrákkal, hogy akkor... Hát na most igen, amikor már tehát hogy három rajz kell hozzá, hogy bemutasd, ez lehet, hogy probléma. Hát meg hát azt, hogy nem tudod elmondani szóban egyszerűen az egyszeri nézőnek, hallgatónak, hogy ez pontosan hogyan fog kinézni, mert nem elég szemléletes anélkül, hogy mondjuk látnád vizuálisan, hogy pontosan akkor az egyenes, vagy a kiesés kérdése hogyan alakul, a továbbjutás hogyan alakul, a párosítások kérdése. Akkor beszélhetünk arról, hogy mi az elv, és akkor itt gyorsan egy pillanatra hadd hozzam ide a Nemzetek Ligáját, aminek alapvetően az volt a célja, hogy ne legyenek érdektelen barátságos meccsek. És az a helyzet, hogy most, amikor kim voltam a szerbek ellen, akkor az volt az érzésem, hogy meg láttam barátságos meccset a tévé, hogy basszus, mennyire nem hiányoztak ezek a barátságos meccsek. És amúgy az, hogy a Nemzetek Ligájában nagyjából hasonló erősségű ellenféllel játszol, de akár föl is juthatsz, csoda is történhet, mint ahogy a magyarok följutottak ugye most. Úgy lehet, hogy a BL-ben se rossz, hogyha bár nem érted tökéletesen, hogy mi alapján, ahogy a Nemzetek Ligájában sem érted tökéletesen, csak hogyha 10 órát utána nézel, hogy mi alapján történt ez, de ugye az a cél, hogy ne legyen olyan, hogy tök érdektelen meccs a csoportkörnek a 6. fordulójában, hogy a már 8 éve továbbított Chelsea a már réges-régen kiesett utolsó, bocsánat, Ajax-nál játszik. Ez itt is meg lesz, tehát itt is az utolsó fordulók azok arról fognak szólni, hogy nézzük a Chelsea ifit. Tehát az nem kérdés számomra. Tehát itt azért nem lesznek... Hát az kérdés, hogy a meccs terhelést visszaveszik-e. Tehát ez akkor lesz így szerintem, hogyha tényleg törlik a ligakupákat, amiről ugye most szó van, ha nem törlik, akkor nyilván a ifi fog játszani. Viszont attól függetlenül, hogy nem lesz akkor a tétje, a Chelsea kénytelen lesz nagy csapattal játszani, nem a végén. Miért? Mert hogy ugyanolyan erősségűvel kell játszani, nem? Hát szerintem nem egészen így van ez, tehát ha ugyanúgy a kis csapatokkal is összekerülnek a nagyok, amennyire én, de akkor lehet, hogy már most elvesztettem a fonalat. Amúgy lehet, hogy olyan pénzdíjazás lesz mellette, hogy majd felküldik a nagy csapatot. Ja, hogy a match premium az olyan nagy lesz. Nem tudjuk. Igen, nyilván ezeken az apróságokon múlik az, hogy ez mennyire lesz a csapatok számára egy befogadható, megvonzó szisztéma, de ide tartozik egyébként nagyon szigorúan és szorosan, hogy azért olyat fogunk most látni a következő szezonban, és erről eddig szerintem nagyon kevés szó esett, amilyet még soha nem láttunk, téli világbajnokságot, ami teljesen keresztbe veri az eddigi európai futballrendszert,
amit gyakként ismertünk, úgyhogy szépen barátkozunk mindig. És mindig az új. A morális kérdések. Igen, de azokat most megint hagyjuk. Viszont... Bocsánat, csak a Domára akarok csatlakozni, hogy azt szerintem a Nemzetek Ligája arra jó példa, hogy senki nem érti, hogy működik, de szóval lezárult egy jó tornával, és hogy mindenkinek az lett utána a szája íze, hogy hát ez milyen jó. Tehát, hogy ez így rendben van. És hogy tehát nem feltétlenül kell, hogy értsék a szurkók, hogy mi történik. Bocs, vév. Nem, de egyébként meg abban a szempontból igazat adok, csak én szerintem a Nemzetek Ligájának az egy hatalmas ereje a Bajnokok Ligájához képest, hogy egy bevezetetlen, teljesen új brand. És emiatt mondjuk nincs olyan presztízse, mint amilyen egy világbajnokságnak, Európa bajnokságnak. Lehet, hogy félremagyarázom, de ennek köszönhetőnek tartom a sikerét a végén. Nem feszültek olyan szinten rá a válogatottak, mint egy klasszikus tornára, viszont ettől függetlenül fontos volt az, hogy kinyeri. Ezért lesznek jók az utolsó meccsek a BL-ben, nem fognak ráfeszülni, és akkor jó, 9 gólos gólparádék. Hát egyébként nyilván ebben is van ráció. Csak jó, nem, nem, bonito. Igen. Nem, tehát most ne söpörjük le azt, hogy ez akár még egy jól elsülhető változás is lehet. De akkor vissza a versenynaptárra, ami megint csak tényleg újdonságot fog tartogatni minden néző számára. Leállnak gyakorlatilag november elején, közepén legkésőbb, elején, mert ugye kell valamennyi felkészülés is. A bajnokságok és az angolok újraindulnak 26-án, de a legtöbb az januárban futballozik majd ismét. Úgyhogy egyrészt ugye ez felveti azt, hogy végre csúcsformában lévő játékosokat láthatunk a VB-n, és ide azért elhelyezek zárójelben egy kis kérdőjelet, hogy vajon a klubok erőléti szakemberei törekedni fognak-e arra, hogy csúcsformában lévő játékosok után. Lehet sérülni? Ja, nem arra gondolok, hanem nézik hogy... Nézik a monitort majd decemberben, jó, még maradhat, jó kis combizom szakadás. Igen, tehát a 78. percben, amikor dönteni kell, hogy lecserélik, hogy nem, akkor maradjon még egy kicsit, mert ne onnan hiányozzon. Szóval ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy mondjuk mit tesz akár az európai kupasorozatokkal, akár a nemzeti bajnokságokkal egy ilyen hosszú leállás. Mert ugye itt már az európai bajnokságokban Németország volt az utolsó, amely kitartott a másfél hónapos szünet mellett. Ott is gyakorlatilag két hétre szűkítették ezt az időszakot. Nagyon-nagyon hosszú évek óta most már arról beszélünk, hogy szinte egybe játsszák le az egész ligát. Hát, hogy is mondjam, itt én vártam volna valami ellenállást a játékosok oldaláról, vagy valami fajta önszerveződést, vagy erőteljesebb fellépést, szerintem teljesen nonsens. Tehát ezt nem lehetett volna engedni, nem szabadott volna engedni. Inkább 50 fokban játszani nyáron? Nem, ne játszanak, tehát hogy miért adjuk a sivatagi országnak a világbajnokságot, mikor azért tudjuk, hogy mindenki megkentek, tehát ugye a fele banda, aki erről döntött, az gyakorlatilag börtönben van, vagy az FBI-nak a listáján szerepel, és ez érted, tehát ezek tények, ezek nem vélemények, hanem ezt tudjuk, hogy így történt. És felborítja a versenynaptárat. Tehát amúgy itt jön be, amit a fizetésekről beszéltünk. Mondhatja el most azt az UEFA, hogy majd csökkentjük a fizetéseteket, miközben az egész futballvilág arra akar rávenni topjátékosokat, hogy akkor tessék elmenni légkondicionált stadionokba még játszani. Szerintem ettől a VB-nek a presztízse nem lesz nagyobb, hogy télen játsszák, meg azt gondoljuk, hogy top formában lesznek. Tehát ez tökre szétvált, a futballszakmai csúcs az a BL marad ettől még, akkor is, hogyha össze-vissza játsszák, és nem a VB. A VB az egy ilyen közönség szórakoztató, érzelmeket megmozgató. Valamiért erről ti is sokat beszéltek a műsorban, gondolom. Lenne, ha ott lennének az olaszok. Ja, hát így meg már ugye mindenki nézni az egészet. Ahogy lehet, hogy csak ki akartak ebből maradni. Igen. Ők morálisan ezt nem érezték úgy, hogy vállalható lenne számukra. Igen, tehát akkor lesz egy izgalmas olasz bajnokság a VB miatt, és a Leicester megint bajnok lesz. Ez a kettő. Meg a Sevilla, Spanyolországban. Csupa jó hozadéka van, nem tudom, hogy mi problémátok van ezzel a téli rendezéssel. Hát én az lesz a kérdés, hogy utána mi csapódik le a játékosokban. Tehát lesz-e ez az a pont, amikor azt mondják, hogy eddig és ne tovább. Nem lehet tovább növelni a meccszámot. Én nem gondolom, hogy ez sokkal jobb lesz ez a VB, azért, mert
mert éppen benne vannak a futballnaptárban a játékosok, meg éppen, tehát lehet, hogy pont emiatt amúgy még visszás is lesz. Nekem az a gyanúm, Gergő, ezzel kapcsolatban, amit itt mondasz, vagy amit fejtegetsz, hogy szerintem jelen pillanatban a sportorvoslás és a fizioterápia ott tart, hogy ezeket a aggályokat, amiket itt az előbb megfogalmaztál, ezeket bőven ellensúlyozza. És ez a nyilván a több tőkével szerintem érkezett. Szerintem ez mentálisan fog eldőlni. Tehát, hogy így benne vagy a bajnokságban, nem tudom, tehát most képzelj egy kiélezett angol-spanyol bajnokságot, benne vagytok, és akkor jövő héten egy jó szériában vagytok. Ja nem, utazunk a sivatagba, mert játszani kell a nem tudom, majd játszunk. Na de mennyien utaznak a sivatagba, mert szerintem annyira nem durván nagy hányadát érinti a játékosoknak, még ha azt figyelembe is vesszük, hogy nem mindenki játszik az egyes országoknak a keretein belül, akkor azok tök nagy előnyt élvezhetnek majd, akiknek kevés válogatott játékosa van. Sőt, majd így fog alakulni a nyár is, hogy aki válogatott, az nem jöhet. Most hirtelen... Ha nem válogatottak, felárasak igen, lesznek igen, hirtelen igen. A piacon. Hát de esküszöm, hogy ez még akár befolyásolható is, befolyásolható tényező lehet. Nyilván nem nagy százalékban. Az instant sikerre vágyó de... csapatoknál egyértelműen ez egy mérlegelendő. Igen, jó minőségű lesznek. Játékosok, akik nem válogatottak, most tényleg lehet, hogy durva példa lesz, de hogyha a Burnley-nél senki nem akar, vagy nem lesz válogatott, az elég nagy az angoloknak az aránya, akkor ők együtt tudnak maradni, és két hónapig úgy tudnak készülni, hogy utána visszaérnek december 26-án egy bármilyen meccsre, két hónap vagy másfél hónap felkészüléssel. Azért az durva. Hát de meccs nélkül. Szóval az is egy nagy kérdés, hogy akkor most előbb jó, de Sonda is hogy... végletekig csiszolni tudja a csapat taktikáját, úgyhogy onnantól ez a verhetetlen csapat lesz a Burnley. Legalábbis a taktika lehet. Taktikai szempontból, igen. Hát nyilván rengeteg kérdés van, szerintem tavasszal biztos, hogy sokkal több sérülés lesz, és ez nem lesz a nemzeti ligáknak, akár a BL-nek sem amúgy az előnyére, ugye ezt látjuk. Kivéve a szériában. Hát a szériá is tele van külföldi válogatott játékosok. Nem csak vártam a reakciót. Ő sarkára áll és azt mondja. No igen, bocsánat, várom a válaszodat. Hogy ugye láttuk a pandémia alatt is, hogy azért a extra meccs terhelés sokkal több sérülést okozott, kifejezetten a Premier League-ben is. Igen, bocs, de itt közbeszólok, de... hogy a sok sérülés az úgy jelentkezett, és pont ezzel kapcsolatban láttam egy tanulmányt múltkor, hogy az erőviszonyokat azért lényegileg nem borította föl. Tehát egyik ligában sem. Láttunk nagyon nagy földre zuhanásokat, meg nagyon nagy fölemelkedéseket, így például mit tudom, a Milánét, amelyik a pandémia után indult meg, fölfelé a Manchester United-ét, a Liverpoolt visszafelé, a Sheffield, ugye ott, amelyik teljesen hát, visszaesett. Ez alaposan, tehát ez nem sokon múlott, hogy ők... Hát azért bajnokok lettek. Tehát, hogy... Ja, hogy az a szezon. Igen. Ja, most a leállást mondom, a leállás igen. Utáni időszakot. Tehát, hogy... Én meg a következő évet, amikor a sérülések mondom, ja, értem. Tönkretették a csapat. Igen, de én azért... Igazából a naptár akkor torlódott össze nagyon. Ez így igaz, de egyébként én azért gondoltam inkább a 19-20-as szezont idehozni, mert ott volt a leállás. Tehát ott egy nagyon kicsit hasonló volt a helyzet, mint amilyen most a világbajnokság miatt lesz. Hát szerintem ez jobban fog arra hasonlítani, amikor folyamatosan tétmeccsek vannak. Ráadásul ugye ki kell utazni, nagyon más körülmények között fognak játszani, mint itthon. Szerintem a tavaszi szezon azért, tehát én azt, ha tippelni kell, azt mondom, hogy a tavaszi szezonban látni fogjuk, hogy minőségileg nem lesznek olyan meccsek. A VB után, a VB meg emiatt szerintem nem lesz jobb. Na, még van egy nagy témacsokrunk, amit érdemes felbeszélni, ügyeig beszélni, ez pedig a, hát hogyha gyűjtőnéven akarnám mondani, akkor a háborút említeném, de adjuk neki a Chelsea blokk nevet. Mégpedig ugye itt a Chelsea eladása talán a legizgalmasabb és érdekesebb folyamánya ennek a jelenlegi szituációnak, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy 4 vevőjelöltre szűkült az Athletic információi szerint. Miután egyeztettük óráinkat. Igen, 4-et találtunk. Ugye arra a 4-ről tudunk mi 3-on, igen. Igen, köztük az egykori kiváló válogatott olasz kapussal. Nem, nehogy. Csak van egy Pályuka nevezetű amerikai befektető. Igen, láthatatlan van, nem ismerem egyik jelöltet sem. De ez a név, ez szimpatikus.
Mi a kérdés? Az, hogy nagyon-nagyon egy irányba mutat az a törekvés, amit a Chelsea eladása kapcsán jelentkezett. Amerikai befektetők, tehát ez csak a Chelsea-re vonatkozik jelen pillanatban, vagy az egész világ futballja ebbe az irányba fog menni most? Hát kicsit visszamennék. Ugye amikor bejelentették, hogy befagyasztják a vagyonát Abramovicsnak, akkor én egyedül voltam azzal a vélekedésemmel, hogy a Chelsea eladását ez nem biztos, hogy meg fogja akasztani. Átadta egy alapítványnak ugye a klubot. Az, hogy milyen szerződéses keretek között, hogy aztán majd a bevételből az hogy kerül hozzá, vagy az alapítványi tulajdonban marad, ezt nyilván lepapírozták, úgyhogy azért tudjon fölötte rendelkezni. De én akkor is azt láttam, hogy ezt nem fogják megakasztani. Sőt, az biztos, hogy a brit kormánynak ez most egy prioritás, hogy az orosz oligarha az távozzon a Premier League-ből, és láthatóan nagyon óvatosan is bántak vele végig. Nem tették rá azonnal a szankciós listára. Ugye vannak olyan hírek, amik azt mutatják, hogy amúgy tudhatott arról, hogy Oroszország támadásra készül, mert az egyik befektetési cégét azt odaadta egy bizalmi emberének, tehát a vagyon egy részét azt ki tudta menteni, ezt a jobb kezét amúgy azóta sem szankcionálták. Szóval hogy az egész helyzet az abból a szempontból izgalmas, hogy lesz-e majd az egy irány, hogy azt mondja a Premier League, hogy aki eddig bejött, ilyen-olyan nagy befektető, olyan, és aki olyan normákat képvisel, amivel mondjuk a brit társadalom, meg amúgy a focinak ez az új középosztálya, a felső középosztálya nem feltétlenül ért egyet, ezek még benn maradhatnak, de ha így viselkednek, mint Abramovics és az ő kompániája, tehát itt Putyin és a Kreml az, aki ugye nagyon szoros kapcsolatban van Abramovicssal, akkor őket kirakják. Az egész szankciós szabályozás az úgy lett felépítve Abramovicsnál, hogy a klubot úgy tudja eladni, hogy arra rá fog bólintani a brit kormány. Teljesen egyértelmű, hogy csak olyanra fog rá bólintani, aki befektetőként érkezik. Oké, rá fog bólintani, de ki dönt az ügyben? Ennek a végén szerintem a brit kormány fog dönteni. Tehát és ők mondják azt, ők szűkítették négyre a jelölt listát? Nem, szerintem az Abramovics pontosan tudja azt, hogy olyan jelöltel kell megállapodnia, akire rá fognak bólintani Londonban. De Abramovics benne van ebben a folyamatban még? Szerintem van beleszólása. Ugye egy New York-i befektető céget, a tanácsadó céget kértek föl. Az eleve beszédes volt, hogy amerikai befektetők irányába tapogatóznak, tehát hogy inkább őket várják. Azt szerintem teljesen egyértelmű volt, hogy ugye nigériai hercegek és újabb gánai bányatulajdonosok, igen, meg szaudi hercegek. Igen, tehát hogy őket kizárják, és amúgy ez szerintem pont ma reggel volt talán a mi amerikai anyalapunknál is, hogy ugye a szaudiakat vissza is utasították ez a New Yorki cég, hogy az ő pályázatukkal nem számol. Sőt, tehát most már ugye le is tisztáztak, hogy ez a négy amerikai hátterű befektető az, aki szóba jött. Szerintem azért is, mert ők tudják itt a legnagyobb értéknövekedést elérni, és mivel látják, hogy sokkal nagyobb üzleti vállalkozást tudnak építeni a Chelsea-ből, mint ami most, ezért valószínűleg ők tesznek majd jobb ajánlatot. Beleláttam a jegyzeteidbe, úgyhogy láttam, hogy készültél is a négy befektetőre. Igen. Tehát amúgy a kérdésedre visszatérve, az a nagy kérdés, hogy az európai szabályozás politika nyomására elmegy abba az irányba, hogy a top futballban, ami kulturálisan minden, vagy nagyon fontos Európának, hát ez ugye a Superligánál látszott, hogy itt a kulturális meghatározottság az mennyire erős és fontos, hogy oda beengednek-e majd ilyen típusú befektetőket. És amúgy az, hogy az Abramovicsot értékeljük-e befektetőnek, az is egy nagy kérdés. Tehát az, hogy elenged több mint 1 milliárd fontos tartozást, az nekem azt mutatja, hogy ő ezt nem pénzügyi befektetésként kezelte, ezt a klubot. Teljesen egyértelműen. És nála mutatkozott meg a leginkább az, hogy ha te 20 évig tulajdonolsz egy Premier League klubot, akkor nagyon gyorsan elfejtik neked az emberrablásokat, a zsarolást, a kenőpénzt, a mindenfajta kétes üzleti ügyeidet, amiből a milliárdjaidat szerezted. Ez Abramovicsnál nagyon jól működött. Sőt, nem tudod, hogy hány olyan kaput nyitott meg számára, ami egyébként nem biztos, hogy nyitva maradt volna. Abból, hogy őt szankcionálták a leg
később, miközben teljesen egyértelmű, hogy a Putyinnak az életrajzírója az többször beszélt arról, hogy az Abramovics és a Putyin között egy ilyen apa-fia jellegű kapcsolat van. Abramovicsnak voltak fontos politikai pozíciói is Oroszországban, tehát egyáltalán nem az, hogy, és az meg egy egy beismeréssel felér, hogy a tűzszüneti tárgyalásokra az egyik felkért külsős személy az Abramovics maga a Kreml jóváhagyásával, tehát egy nagyon fontos személy az orosz politikának, és erről a háború előttig azért így mindig úgy jegyezték, hát csúcs volt kormányzója meg. Azért volt, tehát hogy tudtuk ezeket róla, az nem Putyin jóváhagyása nélkül történt. Hogy más az, hogy te kormányzó vagy, meg más az, hogy Putyinnak vagy a bizalmi embere Londonban. Azt szerintem nagyon más kategória, így, amikor kommunikálod. Tehát, hogy otthon is ilyen... Különösség a kutyaugatás belehaladszik, bocs. Valamelyik Manchester szurkoló. Bocsánat, hogy megakasztottalak. Na, akkor nézzük a befektetőket. Az szerintem is, tehát nekem az egyértelmű volt, hogy európai befektetőt azért fognak nehezen bevonni, mert ők nem fognak tudni akkora üzletet csinálni a Chelsea-ből. Tehát eleve magas az ár, meglepően magas az ár amúgy. Biztos, hogy világcsúcs lesz, ahogy eladják. Tehát, hogy azt leszögezhetjük. De hogyha nem kaphat ebből Abramovics semmiféle bevételt, akkor hát ezt még miért? Ki, hogy igen? Ez így lesz-e. Én várom, hogy mi lesz a trükk. Tehát ugye azt mondta, hogy egy alapítvány kapja, ami majd a ukrajnai háború áldozatainak áldoz, vagy ajánlja fel ezt az összeget. Na most, hogy lesz-e majd Abramovicsnak két év múlva... De nem az összeget, a nyereséget ajánlotta föl, nem? Tehát ugye az adozott profitot ajánlotta igen, föl. Igen, tehát ami marad az eladás után, igen, azt egy az egybe. Igen. Tehát, hogy ő azt mondja most, jelen állapotban, hogy nem lesz ebből haszna. Én várnék ezzel, hogy ezt hogyan fogják megoldani. Tehát az, hogy ő segít a háború áldozatain, tehát hogy nehogy az legyen majd, hogy lesz egy építőipari cég, ami segít újraépítkezni az oroszok által elfoglalt területeken, és akkor végül segít, ugye? Csak hát kap érte pénzt is. Tehát, hogy, hát meg mihez képest haszon? 140 milliós eredeti vételárhoz képest? Ti haszon? Hát ő azt jelentette be, hogy leadózza, ami hozzá bejön pénz a vételárból, és az egészet betolja a háború áldozatainak megsegítésére. Nem vonja le a de vételárat. Ugye itt ebből a megfogalmazásból az is következik, hogy ukránoknak is mehet ebből a pénzből, meg hát persze orosz igen, veteránok is kaphatnak. Igen, az ukránokat újjáéleszteni segítő, akik ki tudja, hogy milyen rezsim alatt élednek újra, hát újjá azok nem, az ukránok. Igen, nem akik... tudjuk, tehát hogy azért nem egy szent emberről beszélünk, az ugye kiderült az eddigiekből is, és hát tehát hogy ahhoz, hogy ő ezt el tudja jótékonykodni, arra mondjuk Putyinnak minimum rá kellett bólintania, és nem tudjuk, hogy milyen konstrukcióba fogja ezt a pénzt valójában felhasználni. Nem lepődnék meg, hogyha valójában erre a nemes célra nem menne el mind a... Na bocs, mitől függ akkor, hogy ki nyeri meg ezt? Tehát nem, én továbbra is azt tippen, ami nem attól függ, hogy ki adja a legtöbb pénzt. Vagy igen? Csak simán ezen múlik? Egy szempont bejött ugye az egyik jelöltnek a Rickett családnál volt ugye egy ilyen iszlamofób balhé még a múltban, és akkor emiatt itt lehet, hogy ez kellő nyomás lesz abba az irányba, hogy a Chelsea szurkolók őket, ugye a Chelsea az egy elég nemzetközi csapat, tehát hogy emiatt nem fogják elfogadni, és ez lehet majd egy érv a végén, hogy őket nem veszik be a végső körbe. Én azt gondolom, hogy ennél a négy befektetőn, ugye van a Rickett család, ők akartak, ha jól tudom, ők már Chelsea-nél is próbálkoztak, az AC Milan-nál is próbálkoztak, tehát ők már néztek európai klubot. Van ez a Todd Bowley, akinek egy nagyon kiterjedt befektető cége van, nagyon sok szektorban ott van média cége is. A Harris Blitzer az tipikusan az a befektető csoport, ami média, sport, szórakoztatás, tehát ők ebben nagyon otthon vannak. És ugye ők, nekik van a Crystal Palace-ben kisebbségi részesedésük jelenleg is. Most fejből nem tudom a szabályokat,
látunk már olyat ugye a brit piacon, hogy azonos ligában lévő csapatokban kisebbségi tulajdonossal ugyanaz a... Usmanov például. Igen, tehát hogy benn lehettek. Nem tudom, lehet, hogy a Premier League-ben szigorúbbak a szabályok. Nem tudom pontosan ott a szabályozás, hogy meddig engedhető. De mondjuk, hogy a Crystal Palace is BL induló lenne, és mondjuk a Chelsea is ez komoly problémát jelentetne. Ez egyelőre kiküszöbb lehet. Kéne egy magántőke alap. És ugye van a te kedvenced, ez a kockázati tőke befektető, a Stephen Pályuka. Az közös mind a négyben, hogy van sportérdekeltségük, tehát amerikai franchise-ban érdekeltek többen is. Amúgy az amerikai Forbes-nak most már van egy listája, ami sportbirodalmakat mutat be. Tehát nem a legdrágább, legértékesebb csapatokat is rangsorolják, de hogy az elmúlt 10 évben felépültek ilyen sportbirodalmak, amik Premier League klubokban, Major Liga csapatokban is érdekeltek egyszerre. Én azt látom, hogy ha az amerikai piacon lehet akkora növekedést elérni, amiből egy magasabb vételárat tudnak letenni az asztalra. Magasabbat, mint bármelyik európai befektető. Én meglepődnék, hogyha európai befektető vinni el. Az biztos, hogy ilyen oligarchának, araboknak, kínainak, tehát ilyen autoriter rezsimekből érkező befektetőnek nem fogják majd odaadni a klubot, amerikai kézbe fog menni, ami lehet, hogy jót is tesz majd az európai focinak, hogy megmutatják az amerikai fiúk, hogy hogy kell még több pénzt csinálni az európai fociból, mert szerintem a potenciáját nem használja ki amúgy az európai foci. Friss példa, ugye a Barcelona most tárgyalja újra a MEZ szponzorációs szerződéseit, és egy kriptocég is bejelentkezett amúgy olyan szponzornak, aki a MEZ-nek a vállán szerepelne, és a Barcelona azzal utasította el őket, hogy nem értik a működésüket, nekik ez egy nagyon idegen világ, úgyhogy köszönjük szépen, nem kérjük. Nem volt ilyen fényes. Egyrészt nem, de ugye a Manchester Unitednek is van most már kriptos szponzora, Glazer család nem élt ilyen fenntartásokkal, mint a Barcelona, hogy nem értik. Ők értik, hogy ez egy fontos bevételi szál lehet. Szóval, hogy sokat adhat, és amúgy a Liverpoolon keresztül meg látjuk azt is, hogy mekkora hozzáadott értéke van annak az üzleti tudásnak, amit ők behoznak az európai klubfociba. Most már ugye a Superliga óta ők meg jobban értik azt, hogy ez kulturálisan hogyan működik. Ez most csak menet közben jutott eszembe, hogy az európai energetikai szektor az annyira orosz súlyú, hogy emiatt nem gondolkodik más azon, hogy beszálljon a fociba? MVM Chelsea. Nem konkrétan erre gondoltam, de azért azt tudjuk, hogy az energetikai szektorban az egyik legnagyobb profitok mozognak, vagy ha az ágazatokat nézzük. Nagyon drága biznisz. Uh-huh. Tehát azt egy Gazprom megengedheti magának, hogy aki most amúgy nagyon sok hosszú távú szerződést kötött, elszálltak az árak, eleve volt már egy ilyen energetikai krízis, amire a háború rájött. Ugye a Gazprom árképzése az amúgy leköveti a tőzsdei árjegyzést, még hogyha azon belül mondjuk van mozgástér is, hogy aki hosszú távú szerződést köt, az olcsóbban kapja. Például a magyar gázár is alaposan elszállt pont emiatt, azt nem mondanám, hogy olcsó, de egy Gazprom mondjuk egyszerűbben mondja azt, hogy nem a kapacitásaimnak a felújítására, vagy a előre menekülve beruházásokkal újabb egységeket építve, felújítva fogok termelékenyebb lenni, ebben az iparágban ez nagyon fontos, hogy nagyon beruházás intenzív. Úgyhogy európai szereplők nehezebben mondják azt, hogy egy rakat pénzt beletolok az európai fociba. A kevésbé átlátható Gazprom meg sokkal könnyebben mondja azt, hogy jó, hát ez nekünk stratégiai érdekünk, meg geopolitikai érdekünk, úgyhogy meg akarunk jelenni, mint a jóságos energiaszolgáltató, a jövő egyik építő eleme, és akkor neki megérte ezt a pénzt. Szerintem az egy, amúgy, amit mondasz, ez egy izgalmas kérdés lesz, hogyha a Chelsea-t működtetni tudja majd egy és amúgy mind tőkepiaci tapasztalattal rendelkező befektetési szakember, aki bejelentkezett mindegyik csoport, úgyhogy van sport érdekeltsége. Ha kiderül, hogy ők amúgy ezt tudják működtetni, és tudják gazdaságosan hosszú távra működtetni, akkor majd felmerül az a kérdés, hogy akkor amúgy minek ide oligarha? Pláne, hogy amúgy a szabályozás ráadásul abban az irányba is megy, hogy ne nagyon tudjanak új szereplők bejönni.
De szerintem eleve nagyon izgalmas kérdés lesz az, hogy ilyen típusú szereplőket beengednek-e bármilyen szinten majd az európai fociba. Én attól félek, hogy 3-4 év múlva simán. Nem tudjuk, meddig húzódik a háború, milyen áldozatai lesznek, de én nem látom azt az elvi szintű változást, amit amúgy egy csomó szektorban látni. Hogy azt mondták, hogy oké, nem üzletelünk autoriter vezetőkkel, meg oligarchákkal, meg kétes alakokkal. Egy csomó szektorban változás van a fociban. Hát kérdés, hogy a Chelsea biznisznek mi lesz majd a hozadéka. És ugye ti is sokat beszéltek erről, hogy tényleg az elit kezdi kisajátítani magának ezt a világot, a top futballt, legyen szó a Premier League-ről, arról, hogy mennyibe kerül egy bérlet. Tehát ezek az emberek, akik formálják most az európai focinak az arcát, meddig tudnak még leülni, vacsorázni szaudi koronahercegekkel azok után, hogy az Abramovicsot tényleg nagyon gyorsan kitakarítják a Chelsea-ből, és úgy tűnik, hogy Abramovics adja el, szerintem nagyon hamar felmérte azt, hogy a finanszírozását lehetetlenítik el a Chelsea-nek a szankciós politikával, és annyira meg volt már a szívének kedves ez a klub, hogy azt mondta, hogy akkor nem fogja hagyni, hogy tönkre menjen, akkor inkább egy át, egy befektető. Annak az érdeke megelőzi. Ígértem még egy kérdést, és ez az árás, hogy eredetileg úgy akartam feltenni, hogy mi a külföldi befektetőknek, és elsősorban az egyébként gazdaságilag is mondjuk fenntartható és versenyképes modelleket hozó amerikaiaknak, akiknek van a major ligákban is érdekeltségük, miért csak a Premier League vonzó környezet, de közben eszembe jutott, hogy ez nem lenne teljesen igaz, a szériában is jelen pillanatban most már 4 olyan klub van, amelyik amerikai tulajdonban van, szóval a többi ligában, Spanyolországban, ugye Németországban nem is beszélhetünk erről az 50+1-es szabály érvényben maradása miatt, Franciaországban. Hát lehet, hogy Franciaország felértékelődik ugye az új BL szabályokkal, tehát hogy sokkal több helyet kapnak, ott lehet, hogy megjelennek majd amerikai befektetők. Ez csak egy a többi ligában lassabban végbe menő változás, vagy van egyébként valami egyéb nyelvi, kulturális, vagy bármilyen egyéb oka annak, hogy ez inkább Angliában és az angol száz országokban hát biztos, kulturális biztos, hogy van. Ugye a németeknél kötött a 50+1-es szabály, de amúgy Spanyolországban is nagyon sok klub működik még úgy, hogy a szósziók szavaznak, tehát hogy oda hogy jön be befektető. Ugye a Barcelona is azért adott ki kötvényeket korábban, mert így tudott kvázi piaci befektetőket behozni, akik nem kaptak tulajdonrészt. Most meg is oldják, úgy néz ki, hogy ne konvertálódjon tulajdonrészé, az, mert hogy ki fogják tudni őket fizetni. Az egy elég izgalmas helyzet lett volna, hogy a kötvényeseit a Barcelona hogyan kárpótolja tulajdonrész nélkül. Ugye ebben nem biztos, hogy nem mentek volna bele a egyesületi tagok, a pártoló tagok. Tehát, hogy Spanyolországban gondolom, hogy ez az egyik oka. Ugye az Atletico Madrid van magánkézben. Na most az egy nagyon kiterjedt korrupciós ügy, ahogy az magánkézbe került. Tehát, hogy ugye a Jesus Hill, ahogy kicsavarta a szociók kezéből egyik napra a másikra a klubot. Azt hiszem kapott érte börtönbüntetést is, tehát hogy igen. Mikor még a Malaga polgármestere volt, és úgy kötött ilyen több milliós szponzorszerződéseket az Atletico-val. Tehát hogy az egy ilyen nagyon extrém helyzet volt, és akkor végülis ugye bemaradt a Hill család is, meg a Szereszó átvette az ő részét, és akkor így lett ő a fő tulajdonos. Tehát ez egy extrém helyzet, hogy ott egy történelmi nagy csapat átkerül egy kvázi befektetőhöz, meg ott amúgy kínaiak is voltak bent talán egy ideig, hogy van. Még most is van de csoport, igen. Hát csak azt hiszem, hogy már nem tulajdon részbirtoklóként, vagy még mindig kisebbségi tulajdonosok. Hát ugye a stadion a névadói... És igen, hogy az lett, hogy... Tehát hogy igen, tehát hogy külső támogatóként vannak szerintem jelen, de benne nem akarok butaságot mondani. Tehát Spanyolországban ugye ez akadályozza alapvetően, hogy befektetők meg tudjanak jelenni, illetve hogy pont a Malaga projekt az elvérzett az UEFA-nak a pénzügyi fair play szabályozásán végül. Úgyhogy marad a Premier League, hát hova mennél még be Németországban? Nem nagyon tudsz, ugye Olaszország hát még adott. Olaszország csak azért szerintem, és az azért olcsó. Izgalmas kérdés. Hát egyrészt olcsó,
másrészt tök jó átláthatatlan az egész pénzügyi rendszer, igen, úgyhogy lehet mindenfajta mahinációkat lefolytatni, amit az amerikaiak annyira nem szeretnek. Érdekes, hogy egyébként más kultúra számára sem annyira vonzó ez. Miközben egyébként, hogyha a brandértéküket nézed ezeknek az olasz csapatoknak, akkor elég sok korábbi kupagyőztest, olyan nemzetközileg is ismert. És ki is lobbizták maguknak ugye a bevételeket a tévés pénzekből, tehát meg azt sem mondani, hogy amúgy olyan nagyon rosszul állnának bevételi oldalon. Hát nyilván kulturálisan a Premier League van a legközelebb, meg szabályozás szintjén is, tehát hogy ott ezt akartam mondani még a szabályozást, ami ahogy mondod, azért a szériában nem feltétlenül tesz olyan könnyűvé, meg a spanyoloknál sem azt, hogy a külföldi befektetők olyan könnyen ott maguknak utat, és tényleg stabil klubot. És hát igen, a négy római polgármesterváltásról mesélhetnének az amerikai befektetők, hogy mindenki más álláspontot képviselt a stadion eladással, építéssel és a területszerzéssel, igen, kapcsolatban. De amúgy a Leicesterhez visszamehetünk megint, hogy ugye abban az évben, amikor bajnokok lettek, akkor például ők a Premier League bevételek, tévés bevételekből nagyon magasan, tehát egy arányaiban egy komoly összeget tudtak ugye elhozni, mert több esti meccsük volt, több kiemelt meccsük volt, és az díjazta is a liga. Most ha, ne adj Isten, a Racing Santander bajnok lenne, akkor vajon mennyi pénzt kapna azért a tévés, spanyol tévés bevételekből, hogy ő bajnok lett, meg kiemelt meccseket játszott, meg kiélezett meccseket a bajnokság végén. Hát ugyanannyit, mint amennyit ugye leosztottak neki az év elején. Tehát az amerikai gondolkodás, az talán még ahhoz a kiegyenlítési rendszerhez, amit a Major League-ákban alkalmaznak, a legközelebb a Premier League áll, a legtöbb pénzt a Premier League osztja ki azoknak, akik eleve feljutnak a Premier League-be, és akik ott mondjuk jól szerepelnek, több kiemelt meccsük van. Az összes négy kiemelt bajnokság közül ez a mechanizmus ott él a leginkább, tehát díjazza azt, hogyha a pályán elért eredmény az jobb, és a többi liga az meg nem feltétlenül díjazza. Valószínűleg ez a befektetőknek egy jó beugró pont. Amúgy a Chelsea-nál az is izgalmas, még hogy visszakanyodjunk a blokk elejére, hogy tehát ez az ár, ez tényleg brutálisan magas, és úgy magas, hogy azt a pénzt, amit a szaudiak még nem raktak be a Newcastle-be, de befogják a következő 10 évben valószínűleg, azt az Abramovich már berakta. Uh-huh. Viszont ez a deal azt is mutatja, hogy itt iszonyat hozamat tudsz csinálni, hogyha jól menedzseled a klubot. És most tekintsünk el attól, hogy milyen pénzeket rakhatott be az Abramovich, meg hogy neki amúgy ez nem egy üzleti vállalkozás volt elsősorban, neki a profit az volt, hogy a reputációja volt nagyon jó és magas. Most ugye volt egy, az Atletiken volt talán kutatás, hogy 52%-a mondja a Chelsea szurkolóknak, hogy menjen. Tehát oké, a többség azt mondja, hogy menjen, de azért nem az első többség. Azért az nagyon durva, hogy... És ugye a brit sajtóban megint elővették az ügyeit. Tehát hogy azért azt így lehet tudni, hogy ez az ember, ez kicsoda, és ennek ellenére 48% azt mondja, hogy ne menjen, tehát a reputációja nagyon jó volt a háborúig, és most sem sérült talán annyira. Szóval, hogy viszont mennyire tette? 200? 140. 140. Tehát ugye csinál belőle, hát minimum 2 milliárdot csinál belőle, minden jel szerint. Azért az brutál hozam. És az amikor te klubtulajdonos vagy, az igenis számít, hogy ha befektettél egy klubba valannyi pénzt, akkor 5 év múlva látni szeretnéd, hogy az többet ér. És hát, hogy az a liga, amiben te vagy, ezt lehetővé teszi, vagy sem, szerintem erre a leginkább most a Premier Liga alkalmas. De egyébként igen, de hogy ez mennyire így van, amit mondasz, erre szerintem jelen pillanatban a legjobb hozható példa az a Milán, amit ugye kevesebb, mint 300 millió dollárért sikerült megvásárolni, jó, mondjuk ott egy ilyen megint elég érdekes üzleti tranzakciónak. Igen, tehát a kínaiaktól került ennyiért ehhez a befektetési alaphoz Amerikában, és ugye az a cél 5 éves projektben gondolkozva, hogy stabil bajnokok ligája szereplő csapat legyen, 800-1 milliárd euró közötti értéken, hogyha 5 éven belül értékesíteni szeretnék a klubot, akkor ez meglegyen, és a különböző becslések szerint ehhez most már nagyon közel jár a Milán ismételten, 7-szeres back, illetve bajnokok ligája győztesként. Tehát itt, hogyha most megint visszafejtjük, hogy akkor mennyit fektettek be,
egyébként okos szakmai koncepcióval is, akkor megint arról beszélhetünk, hogy háromszoros értéken tudnak kiszállni minimum a projektből. Hát igen, és megint azt látod, hogy nem az volt, hogy jött az olajmonarchia és telenyomta lóvéval, vagy jött az oligarcha és telenyomta lóvéval, hanem jött egy üzleti befektető, letette egy tervet az asztalra, azt mondta, hogy stabil BL helyet akar, mert az garantálja nyilván a bevételeket. Igen, és nem az, hogy bajnoki cím, és akkor nem. Mindent egy lapra feltéve. Ez egy jól menedzselt céget akart, aminek az értéke nő, és meg tudták csinálni anélkül, hogy amúgy itt mindenfajta kiskapukat használva, füstös tárgyalótermekben letárgyalták volna, hogy akkor majd hogyan fognak szabálytalanul még 200 milliót valahogy észrevétlenül betolni a klubba. Tehát egy csomó jel van arra, hogy ezt lehet normálisan csinálni, és akkor a beszélgetést ugye ezzel kezdtük. Ez egy jel kéne, hogy legyen az UEFA-nak, hogy ezt így lehet így csinálni, és fel kellene tenni azt a kérdést, hogy hosszú távon mi szolgálja jobban az európai csúcs futballnak az érdekét. Az, hogyha ezeket a befektetőket hagyjuk, és olyan szabályokat teremtünk, hogy abban legyen mozgástere az ilyen típusú befektetőknek, és bezárjuk az ajtót a mindenfajta csalás előtt, vagy az ilyen autoritás szereplők előtt, a trollok előtt, hogy így mondjam. De az is mekkora trollkodás, hogy az oroszok EB-t akarnak rendezni, és bejelentik. Tehát, hogy az ilyen szereplőket kizárjuk, mert hogy enélkül is működik, láthatóan működik. Azért egy cégnek az értékét a háromszorosára ilyen ennyire befektetés intenzív iparágban, mint a foci, és azért drága iparág, tehát rengeteget fizetsz ki ugye futballal összefüggő. Már csak arra is, igen. Tehát egy ilyen iparágban háromszoros növekedést elérni 5 év alatt az nagyon jó eredmény, és meg tudták csinálni. Tehát az ilyen típusú szereplőket meg mechanizmusokat kéne erőltetni, vagy erősíteni. Én azt gondolom, hogy ez a cél egyébként alapvetően, csak hát nem mindenhol vagy. Szerintem nem. Szerintem az a cél, hogy azt lehessen kommunikálni, hogy ez a cél, de valójában ami történik, az mind 15-20 csapatok az értékének, a érdekének, a rövid távú érdekének a kiszolgálása. És ez miért? Azért, hogy az UEFA életben maradhasson egyáltalán, már mint hogy nekik jusson még ebből pénz, mert a csapatoknak már elmondták, egyáltalán nem érdekük az, hogy legyen még egy hely, ahova szét kell osztani a pénzből, mert nekik nincs szükség, mert a top csapatoknak nincs szüksége az UEFA-ra. Hát gyakorlatilag nincs, igen. Na hát milyen jó hangulatú lehet a vége a veszek. Tényleg az jut eszembe, hogy itt a pandémia, és így mindenki megállt, és elgondolkozott rajta, hogy most fiúk, ezt miért csináljuk? Hát rengeteg pénzt áldozunk rá. Tehát ezek a szereplők, akikről most beszélgettünk, hát iszonyat pénzt tettek be. Az nem igaz azért, hogy ők nem figyelik azt, hogy ez mikor térül meg. Tehát ez nem igaz, hogy a Manchesterben nem mondják azt, és amúgy most sokat beszéltünk az ilyen olajmonarchiákról, hát azért a Glazer család is megéri a pénzét, tehát azt a futballinflációt, ami amúgy tök nagy problémát okoz az egész piacon, azt ők is gerjesztik, ezek az agyatlan nyugati befektetők is ugyanúgy gerjesztik, mint a... Ebből a szempontból ugye a City-nél sokkal okosabban építkeznek, de biztos, hogy nézik azt, hogy mi van a másik oldalon, és tehát, hogy a pandémia alatt szerintem feltették egy csomóan azt a kérdést, hogyha ennyit áldozunk rá, akkor azért tényleg szeretnénk látni valamit ebből vissza. A Superliga semmi másról nem szólt, és erre a kérdésre továbbra sem válaszolt az UEFA, hogy akkor hogy fogtok majd ilyen befektetések mellett ebből pénzt látni. Hú, Gergő, köszönjük szépen, én nagyon élveztem ezt az adást, remélem, hogy ti is így voltatok ezzel. Kicsit hosszabbra sikerült, mint ahogy terveztük, de nekünk mindig lenne egy csomó minden, amit ki tudnánk tárgyalni. Hallgassátok, nézzétek az adást, továbbra is jövő héten ismét jelentkezünk. Köszönjük, hogy most megtekintettetek, meghallgatotok, sziasztok!